Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! A BLT, a BTK-t és a BV-t érintő törvénymódosítással kapcsolatosan csak pár lényegi elemet szeretnék kiemelni, ami úgy gondolom, hogy az elhangzott kritika mellett fontos, hogy megemlítésre kerüljön. Egyrészt olyan, amelyet támogatni lehet, egyrészt pedig olyan, amiért a Jobbik nagyon régóta töretlenül és a törvényes rend pártján állva és ezt kifejezésre juttatva gondolkodott és szót emelt. Az egyik ilyen volt ugye a designer drogok ellen, tehát a mondjuk úgy, hogy korunk pestise, vagy a modernkori pestise ellen való küzdelem, ugyanis a droghasználat és a könnyű drogoknak, a designer drogoknak az elterjedése lényegében egy járvány, egy modern járvány, amelyel a törvényalkotónak nagyon nehéz volt felvenni a küzdelmet. Egészségügyi témájú törvényjavaslatokban is megfogalmaztuk a javaslatokat, illetve a módosító szándékot, és világos volt az is, hogy magának a büntető jogszolgáltatásnak is valamit kezdenie kell majd ezzel a témakörrel, különösen úgy, hogy sorra merültek fel a jogalkalmazás során és bírósági eljárásokban ez ezzel kapcsolatos hiányosságok, és az Alkotmánybíróságnak egy nem is olyan régi döntése rámutatott arra, hogy az országgyűlés, mint törvényalkotó mulasztásban van. Éppen ezért örülünk, hogy végre egy világos és tiszta szabály kerül beiktatásra, és a designer drogokkal, illetve a drogoknak maguknak a fogalmával kapcsolatosan sokkal világosabban lehet látni az elkövetkezendő időszakban, mert ez azt eredményezheti, hogy mindazokban az esetekben, amikor nagyon nehéz volt a bűnüldöző szerveknek, illetve a bíróságnak eldönteni és érvényt szerezni annak az elképzelésnek, hogy mi is lényegében a szóban forgó magatartás is, hogy aláesnek-e azok a szerek, amelyeket az elkövetők használtak, és ezért elítélhetők-e a drognak a terjesztéséért, vagy akár a használatáért is, egy sokkal világosabb képet fogunk kapni. Végre egy egészségügyi, egy miniszteri rendeletben lesz megtalálható mindazon összes kábítószernek minősülő anyag, amelynek eddigi hiánya nagyon problémás volt az ítélkezési gyakorlatban. Ezzel egyrészt eleget teszünk, igaz, határidőn túl az Alkotmánybíróság felhívásának, és eleget teszünk annak a nagyon régóta meglévő jogalkotási szükségletnek, hogy ezt világosan rendezzük. A könnyű drogok, a designer drogok elleni küzdelem talán az egyik legfontosabb társadalompolitikai célunk, amely nem csak egészségügyi, hanem bűnöldözési cél is. Éppen ezért ez a része a törvényjavaslatnak biztos, hogy támogatható, és ezért nagyon szomorú, hogy vannak olyan részei a törvényjavaslatnak, amelyek biztosan nem támogathatóak ilyenkor. A jogalkotó nagyon nehéz helyzetben van, hogy miként is súlyozza és miként is tegye abba a bizonyos serpenyőbe a pró és kontra érveket, a mellett és ellene szóló érveket, hogy melyiknek nagyobb a súlya és melyik alapján mondható az, hogy maga a törvényjavaslat összességében többet használ, mint amennyit árt. És hogyha pozitív dolgokról beszélünk, érdemes a kritikán túl megfogalmazni azt is, hogy a BV törvénybe betett reintegrációs eltávozás jogintézménye az kifejezetten támogatható, hiszen ez arra, és az ebbeli változás arra ösztönzi a fogvatartottakat, hogy megfelelő magatartást tanúsítsanak a BV intézetben. Mindig gond volt azzal, hogy miként lehet a rendet fenntartani. Az elmúlt időszakban is köszönet érte a BV dolgozóknak, Magyarország mentes volt azoktól a egyébként más európai országokra jellemző botrányoktól, amely a büntetés végrehajtás körülményében az ott tartózkodók magatartásával kapcsolatosan az ő életvitelükkel kapcsolatos volt. Természetesen a BV módosításnak reagálnia kell arra a modern korban hát támasztott kihívásra is, hogy a telekommunikációs eszközök és a kapcsolattartás változó formája az betüremkedett a BV-be is, és most már ott tartunk, hogy büntetés végrehajtásban büntetésüket töltő emberek bűncselekményeket követnek el a saját telefonjaikon és a közösségi médiát használva, és az elkövetésnek lényegében a helye az a saját cellájuk, az elkövetésnek az eszköze az pedig egy ott található telekommunikációs eszköz, tehát ezekben mindenképpen előrelépésre van szükség, talán a korábbi BV szabályozás nem adott arra lehetőséget, most viszont talán egyre több lehetőség van arra, hogy az ebbéli ismételt bűnnel követői tevékenységet szégyen szemre büntetés végrehajtási falak között követik el, de hogy ezeket lehessen valamilyen módon kordában tartani. A BL-vel kapcsolatos módosításnál szintén előremutató és talán könnyebbé teszi a kommunikációt, hogy a terheltetnek és a tanúknak is meg kell adniuk az elektronikus elérhetőségeiket, illetve azt be kell jelenteni. Nagyon gyakori volt, és talán a koronavírus járvány mutatott rá arra, hogy egyes büntetőeljárásokban a gyakori megbetegedések, akár a terhelteknek a nagy száma, a védők nagy száma, a meghallgatandó tanúknak a számossága miatt sokszor tárgyalás képtelenség volt rendelkezésre.
rendesen kitűzni és tartani, és a érdekelteknek az értesítése pedig szinte lehetetlen volt ezeknek az elektronikus elérhetőségeknek, vagy más elérhetőségeknek a hiányában, tehát ez is a büntetőeljárások gyors lefolytatásának és az eredményességének a sikerének az egyik záloga lehet, és szintén érdemes azt is elmondani, hogy az is előremutató, hogy a sérelmezett döntés tekintetében harmadfokon ugye lehetséges lesz egy eltérő tényállás megállapítása. Ugye eddig a ebbéli gyakorlat a büntetőbíróságokon meglehetősen következetlen és eltérő volt, bár sokan a bírók lehet úgy ítélik meg, hogy ez minek hozzányúlni és minek ezzel foglalkozni, azonban a büntetőeljárásokban különösen az egységes ítélkezési gyakorlatnak a biztosítása az egy nagyon fontos cél és nagyon fontos érdeke a jogalkotónak és a jogalkalmazónak egyaránt. Összességében tehát egy az ismert és említett már korábban képviselőtársaim által említett kritikák mellett, amit nem kívánok meg ismételni azért, hogy egy kicsit az önök idejével mégis jól menedzseljük és ne éljek vissza. Szóval ezekkel a kritikákkal egybevéve a pozitív intézkedések még mindig ott tartanak a serpenyőben, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy ezt a törvényjavaslatot támogatni lehet-e. Még hosszas meggyőzés és hosszas bizottsági vitára lesz szükség ahhoz, esetleg módosító javaslatokra, hogy ez a javaslat a számunkra is elfogadható legyen. Köszönöm szépen!